Az Atya, a Fi és a Szentlélek nevében. Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, virágvasárnap van Urunk Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulásának az ünnepe, és ebben kérjük az Úr Jézus Krisztust, és nyissuk tágasra előtte lelkünk ajtaját, hogy a mi szívünkbe is jöjjön el, hogy váltson meg bennünket, szabadítson meg bennünket, hogy ne a bűn szolgái legyünk, hanem az életet hirdessük, az evangéliumot hirdessük, őt magát, Jézust, aki elhoz nekünk a szabadságot. Testvéreim, nagybőt eleje óta szívünkben bűnbánattal és jó cselekedetekkel már előkészítettük. Ma azért gyűltünk össze, hogy az egész egyházzal együtt lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, vagyis szenvedését és föltámadását. Ő ugyanis ezt a misztériumot akarta beteljesíteni, amikor fölment a városba, Jeruzsálembe. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezzünk meg erről az üdvösségszerző bevonulásról. Népjünk mi is az Úr nyomába, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a kereszthordozásban, ugyanúgy föltámadásának és örök életének is részesei lehessünk. Barka ágakat most megáldom, és utána pedig ünnepélyes formában fogunk majd, miután az evangéliumot meghallgattuk, szépen megtartani templomunkon belül a körmenetet. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus király nyomába, általa egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, most hallgassuk meg Szent Márk evangéliumából az Úr Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulásának a történetét. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Amikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfágé és Betánia táján, az olajfák hegyénél Jézus előre küldte két tanítványát, ezt mondta nekik: menjetek be a szemközti faluba, amint beértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még nem ült. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha valaki szólna, hogy mit tesztek, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége. Erre mindjárt elengedi. El is mentek, és az út elágazásnál egy kapuhoz kötve megtalálták a szamárcsikót, eloldották. Azok közül, akik ott átsorogtak, valaki megkérdezte: miért oldjátok el a szamarat? Azt válaszolták, amit az Úr mondott nekik, és erre elengedték őket. A szamárcsikót Jézushoz vezették, ráterítették köntöseiket, ő pedig fölült rá. Sokan az útra teregették köntösüket, mások meg a lombos faágakat, amelyeket a réten vágtak. Akik előtte jártak, és akik kísérték, így kiáltoztak: Hozsanna, áldott, aki jön az Úr nevében, áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa, Hozsanna a magasságban. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, kövessük Jézus Krisztus ünneplő jeruzsálemi nép példáját, és induljunk békével Jézus nyomában.
könyörögjünk. Mindenható örök Isten, üdvözítőnk példát adott nekünk az alázatosságra, amikor szent akaratodból emberi testet öltött, és vállalta a kereszthalált. Segíts jóságosan, hogy kényszenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk föltámadásában. Ki veled él és uralkodik a szentidekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Izaiás így jövendölt a megváltóról. Ezt mondja az Úr szolgája. Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy ráhallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg fülemet, s én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköbdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, és tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell,
hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje. Krisztus engedelmes volt értünk, mint halálnék, a kereszt halálnék. Krisztus engedelmes volt értünk, mint halálnék, a kereszt halálnék. Azért fölmagasztalta őt az Isten, és nevet adott néki, mely fölötte van minden névnek. Krisztus engedelmes volt értünk, mint halálig, a kereszt halálig. Kedves testvérek, mirunk Jézus Krisztus kínszenvedésnek a történetét fogjuk most fölolvasni az énekkar zenekarnak a tagjaival közösen. Őve hallgassuk, imádkozzuk, illetve Jézus halálánál szokás szerint letérdelünk. A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése Szent Márk evangélista szerint. Két nappal a húsvét és a kovásztalan kenyér ünnepe előtt a főpapok és írástudók keresték a módját, hogy hogyan foghatnák el Jézus csellel, hogy aztán megöljék. Egy dologban megállapodtak. Ne az ünnepnapon, nehogy zavargás támadjon a nép között. És amikor a Betániában, a leprás Simon házában vendégül látták Jézust, egy asszony jött alabástrom edénnyel, valódi, igen értékes nárdusolajat hozott benne. Majd feltörte az alabástromot, és az olajat Jézus fejére öntötte. De némelyek bosszankodtak magukban. Hát mire való ez a pazarlás? Mert drágán el lehetett volna adni, és árát kiosztani a szegények között. És szemrehányást tettek az asszonynak. De Jézus pártját fogta, és így szólt. Hagyjátok, miért bántjátok? Hiszen jót tett velem. Mert szegények mindig vannak veletek, és amikor akartok, akkor tehettek jót velük. De én nem maradok mindig véletek. Ez azt tette, amit telt tőle. Temetésemre, előre megkente testemet. Bizony, mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, majd megemlékeznek arról is, amit ő tett velem. Az iskarióti Júdás egy a 12 közül elment a főpapokhoz, hogy elárulja nekik Jézust. És amikor ezek tudomást szereztek róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ő tehát kereste a kedvező alkalmat, hogy kezükre adhassa. A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt felszokták áldozni, tanítványai megkérdezték. Hová menjünk? Hol készítsük el néked a húsvéti bárányt? Ő elküldte két tanítványát, és így szólt nekik. Menjetek a városba. Ott találkoztok egy vizes korsót vívő emberrel, szegüdjetek a nyomába, és ova bemegy, ott mondjátok a ház urának. A mester kérdezteti, hol van a terem, ahol tanítványaimmal elfogyaszthatom a húsvéti bárányt. Ő majd mutat nektek egy étkezésre berendezett tágas termet, ott készítsetek el nekünk.
A tanítványok elmentek, és a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, és el is készítették a húsvéti vacsorát. És amikor este lett, oda ment a 12-vel. Az asztalnál vacsora közben így szólt Jézus. Bizony, mondom nektek, hogy egy közületek elárul engem, egy, aki eszik én velem. Ők elszomorodtak, és sorra kérdezték. Csak nem én vagyok, Uram! De ő így válaszolt. 12-tök közül az egyik, aki velem egyszerre a tálba nyúl, az emberfia ugyan elmegy, mint ahogy az írás mondja, de jaj annak az embernek, ki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik. A vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, majd áldást mondott, megtörte, odaadta, és így szólt nekik. Vegyétek, ez az én testem. Majd fogta a kelyhet, áldást mondott, oda nyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt nekik. Ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontok. Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többi a szüllő terméséből addig, míg az Isten országában nem iszom majd az újat. És miután elénekelték a hálaadó zsoltárt, kimentek az olajfák hegyére. Ott Jézus így szólt hozzájuk. Ti mindannyian megbodrágoztok bennem az éjjel, mert, amint az írás mondja, megverem a pásztort, és szétszúrnak a nyájuhai. De föltámadásom után majd előttetek megyek Galileába. De Péter fogadkozni kezdett. Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én ugyanakkor sem. De Jézus csak ennyit szólt neki. Bizony, mondom neked, hogy még ma éjjel, mielőtt a kakas másodszor szólna, háromszor tagadsz meg engem. De erre ő még jobban fogadkozott. Ha meg is kellene vélet halnom, én nem tagadlak meg téged. És ugyanígy fogadkozott a többi is. És közben odaérkeztek a Getsemáne nevű majorba, ahol tanítványaihoz így szólt Jézus. Üljetek le itt, amíg én imádkozom. Majd Pétert, Jakabot és Jánost magával vitte, és egyszerre csak remegni és gyötrődni kezdett. Majd így szólt hozzájuk. Halálosan szomorú az én lelkem. Maradjatok itt, és virrasztatok ébren velem. Majd kissé előbbre ment, lebolult a földre, és imádkozott, hogy múljék el róla, ha lehet ez az óra. És így szólt. Abba, atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem a szenvedés kelyhét, de ne úgy történjen, amint én akarom, hanem úgy, miként te. És azután visszament hozzájuk, de alva találta őket. Így szólt Péterhez. Simon, te alszol? Hát nem tudtál egy urahosszat virrasztani velem? Virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test gyönge. Ő akkor újra elvonult, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Majd visszatért, de ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Azt sem tudták, mit válaszoljanak neki. Harmadszor is odament hozzájuk, és így szólt nekik. Aludjatok már, és nyugodjatok. Elég volt. Íme eljött az óra, az emberfia pedig bűnösök kezére kerül. Keljetek föl, menjünk. Íme közeledik már, aki elárul engem. Míg beszélt, megjött az iskarióti Júdás, egy a 12 apostol közül, és vele nagy csapat kardokkal és botokkal a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. Az áruló jelben állapodott meg velük. Akit megcsókolok, ő az, fogjátok el, és szigorú őrizet alatt vigyétek. És amint odaért, mindjárt odalépett Jézushoz, és így szólt. Üdvözd légy, Mester! És megcsókolta. Azok pedig erre rátették kezüket, és fogjul ejtették Jézust. Az ott állók közül az egyik kardot rántott, rácsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Jézus így szólt hozzájuk. Kardokkal és botokkal vonultatok ki ellenem, hogy elfogjatok, mint egy rablót.
Naponta ott voltam a templomban köztetek, és akkor nem próbáltatok elfogni. De szükséges, hogy így beteljesedjen az írás. A tanítványok akkor ott hagyták Jézust, és mindnyájan elfutottak. Egy ifjú mégis követte, aki éppen csak egy lepedőt vett magára, és megragadták. De csak a lepel maradt a kezükben, ő mezítelenül elfutott tőlük. És Jézust bekísérték a főpaphoz. Oda gyűltek össze a papok, az írástudók és a vének mindnyájan. Péter messziről követte Jézust be egészen a főpap udvarába. Ott leült a szolgákkal a tűz köré és melegedett. A főpapok pedig és az egész főtanács tanúbizonyságot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Sokan tettek ugyan hamis tanúságot ellene, de a tanúvallomások nem voltak megegyezők. Előálltak néhányan, és így tettek hamis tanúságot Jézus ellen. Mi hallottuk, hogy azt mondta, én lerontom ezt a kézzel épített templomot, és három nap múlva másikat építek, mely nem emberi kézműve. De vallomásuk így sem vágott egybe. Erre középre állt a főpap, és megkérdezte Jézustól. Hát semmi sem válaszolsz mindarra, amivel ezek vádolnak téged. Jézus azonban hallgatott, és semmit sem válaszolt. A főpap újra megkérdezte. Te vagy a Messiás, az áldott Isten fia. Jézus erre így válaszolt. Én vagyok. S látni fogjátok az ember fiát, hogy ott ül a hatalmas Isten jobbján, és eljön az ég felhőim. A főpap erre megszaggatta ruháját, és felkiáltott. Mi szükségünk van még tanukra? Hallottátok a káromlást? Hogy ítéltek? Ők mindnyájan méltónak ítélték a halálra, és erre néhányan mindjárt leköbdösték, az arcát eltakarva ököllel verték, és így kezdtek gúnyolni. Találj, ki volt az? A szolgák is arcul verték őt. Miközben Péter len volt az udvarban, a főpap egyik szolgálója odament. Meglátta Pétert, amint ott melegedett, jól szemügyre vette, és azt mondta neki. Te is együtt voltál a názáreti Jézussal. De Péter tagadta. Nem ismerem, nem értem, mit beszélsz. Majd kiment az előcsarnokba, és megszólalt a kakas. A szolgáló azonban meglátta, és a körülállóknak újra mondogatni kezdte, hogy ez is közülük való. De Péter ismét tagadta. Ám rövidesen az ott állók így szóltak Péterhez. De bizony, te is közéjük tartozol, mert hiszen galileai vagy. Ő erre átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. És azonnal megszólalt másodszor is a kakas. És eszébe jutott Péternek Jézus szava, hogy mielőtt kétszer szólna a kakas, te háromszor megtagadsz engem. És könnyekre fakadt. A papi fejedelmek már korán reggel ítéletet hoztak az írástudókkal és a vénekkel, így tehát az egész főtanáccsal. Jézus pedig megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte Jézustól. Te vagy a zsidók királya? Ő pedig így válaszolt. Úgy van, amint mondod. A papi fejedelmek azután sok mindennel vádolták. Pilátus megint megkérdezte. Semmit sem válaszolsz? Nézd, mi mindennel vádolnak téged. De Jézus többé semmit sem felelt. Ez meglepte Pilátust. A húsvét ünnepén szokás volt, hogy a helytartó elbocsát egy foglyot, akit kérnek. Volt akkor egy Barrabás nevű fogoly, ez azokkal a lázadókkal került börtönbe, kik gyilkosságot követtek el egy zendülés alkalmával. A tömeg fölvonult tehát Pilátus elé, és kezdték kérni a kegyelmet, amit ilyenkor adni szokott. Pilátus megkérdezte tőlük. Hát akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királya? Mert tudta, hogy a papi fejedelmek irigységből adták kezébe Jézust. A főpapok azonban felizgatták a tömeget, hogy inkább Barrabás elbocsátását kérje. Pilátus azért újra megkérdezte. Mit tegyek tehát véle a zsidók királyával? Azok így kiáltottak. Keresztre véle! Pilátus megkérdezte tőlük. De hát mi rosszat művelt? De azok még erősebben kiáltoztak.
Keresztre véve! Pilátus kedvére akart tenni a népnek, és kedvükért szabadon bocsátotta Barrabást. Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. A katonák a helytartóság udvarába vitték, és összehívták az egész csapatot. Bíbor ruhába öltöztették őt, majd tövisből font koronát tettek a fejére, és köszöntgetni kezdték. Üdvözlégy, Sionok királya! A fejét náddal verték, majd leköpdösték, és térdet hajtva előtte hódoltak neki. És miután így kigúnyolták, a bíbor ruhát levették róla, majd ráadták saját ruháit, és kivezették, hogy keresztre feszítsék. Egy arra menő embert, a cirenei Simont, Sándor és Rúfusz atyát, ki éppen arra jött a mezőről, kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. Majd kivezették Jézust a vesztőhelyre, ez volt a Golgota, latinul Kálvária, ami koponya helyet jelent. Ott mirhával kevert bort kínáltak neki, de Jézus nem fogadta el. Majd keresztre feszítették, és ruháin megosztoztak sorsot húzva, hogy kinek mi jusson. 3 óra volt, amikor keresztre feszítették. Vétkének címét így írták föléje egy táblán. A zsidók királya. 2 gonosztevőt is fölfeszítettek vele együtt, az egyiket jobb felől, a másikat bal felől. Így beteljesedett a szentírás szava. A gonosztevék közé sorolták. A járókelők pedig káromolták, és fejüket csóválva mondogatták. Ha, te, aki lerontod az Isten templomát, és harmadnapra fölépíted, hát szabadíts meg magadat, és szállj le a keresztről. A főpapok és írástudók hasonlóképpen gúnyolódtak. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Messiás, Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hadd lássuk és higgyünk. És ugyanígy szidalmazták őt azok is, akiket vele együtt feszítettek keresztre. Déltől kezdve pedig délután 3 óráig sötétség támadt az egész földön. Délután 3 óra tájban Jézus fölkiáltott nagy szóval. Éli, éli, lamma szabáktáni. Ez magyarul így hangzik. Én Istenem, miért hagytál el engem? Az ott állók közül néhányan hallották és megjegyezték. Lám, Jézus hívja! Az egyik odafutott, ecetbe mártott egy szivacsot, majd nátszál végére tűzve inni adott neki, és így szólt. Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa. Jézus pedig hangosan fölkiáltott, és kilehelte lelkét. A templom függönye ekkor szétszakadt, fölülről egészen az aljáig. A százados, aki ott állt szemben Jézussal, és látta, hogy nagy kiáltással kiadta lelkét, azt mondta. Ez az ember valóban Isten fia volt. Asszonyok is voltak ott, kik messziről nézték az egészet. Ott volt közöttük Mária Magdolna, és Mária, a fiatalabb Jakabnak és Józsefnek az anyja, és Szalómé. Ők már Galileában is vele tartottak, és szolgáltak neki. Ott volt még sok más asszony is, kik vele együtt mentek föl Jeruzsálembe. És amikor már estére járt, mert készületnap, vagyis szombat előtt való nap volt, jött egy előkelő tanácstag, Arimateai József, aki maga is várta Isten országát. Ez bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus csodálkozott, hogy Jézus már meghalt. Hívatta azért a századost, és megkérdezte, valóban meghalt-e. És amikor megtudta a századostól, hogy igen, akkor kiadta a holttestet Józsefnek.
ő pedig gyolcsleplet vásárolt, majd levette Jézust a keresztről, a gyolcslepelbe göngyölte, és sziklába vágott sírboltba temette. A sírüreg bejárata elé követ hengerített. Mária Magdolna pedig, és Mária, József anyja nézték, hogy hová temették. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, álljunk föl és valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben. Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért. Leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kihalált, szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadotta az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, hogy megváltó királyunkhoz mindenkor hűségesek maradjunk. Urunk, ismerje fel minden ember, hogy önfeláldozó szenvedésed árán váltottál meg bennünket. Téged hallgass meg minket. Tedd készségessé egyházad tagjait a kereszt hordozására és a kegyelem közvetítésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Keresztedből fakadjon béke és egyetértés minden nép számára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Egyesíts szenvedéseinket megváltó szenvedéseddel, hogy egyek lehessünk veled a mennyei boldogságban is. Kérünk téged, hallgass meg minket. Megváltó kereszthalálod által adj örök életet az elhunyt híveknek. Kérünk téged. A kis család élő és elhunyt tagjainak, valamint elhunyt Tóth Istvánnénak add meg, Urunk, bőséges kegyelmedet, kikért a Szent Mise áldozatot felajánljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te vonakodás nélkül vállaltad a kereszt halál gyötrelmét néped üdvösségéért, taníts meg minket az áldozatos szeretetre, hogy részünk legyen az örök dicsőségben, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Urunk Istenünk, egyszülött fiat szenvedése engeszteljen ki téged irántunk, és amit cselekedeteinkkel nem tudunk kiérdemelni, ennek a végtelen értékű áldozatnak érdeméből adja meg nekünk a te irgalmadat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl a szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Bár önmaga semmit nem vétett, az ítélet ártatlanul érte, a bűnösökért mégis szenvedést vállalt. Az ő halála bűneinket elvette, föltámadása megigazulást adott nekünk. Az ő dicsőségét vallja ég és föld, vallják az angyalok és főangyalok, hangos szóval hirdetik és vég nélkül zengik. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon, tedd őt tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokkal, akik irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból,
bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részese lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szentedekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökkém. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Ima az Isten báránya, ima, aki elvesz a világ bűneit. Boldogok, kiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Már tudnék így szeretni.
Könyörgjünk! Mennyei eledellel tápláltál minket, Istenünk, könyörögve kérünk, hogy akik szent fiat halálából már biztosan remélhetjük azt, amiben hiszünk, föltámadásának erejéből eljuthassunk oda, ahova törekszünk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr áldását fogadjuk, kedves testvérek. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, járjunk békében! Istennek legyen!